Körülbelül 6 vagy 7 évvel ezelőtt én egy állati dühös ember voltam, nagyon, végtelenül frusztrált. Olyan problémákat láttam az életemben, nem a saját életemben, hogy általában az életben, amiket nem tudtam megoldani, és azért ordibáltam kifele, hogy ezt valaki oldja meg. A barátaimmal rengeteget beszélgettünk erről, és fogyasztottam egy párat így menet közben, hiszen egy ilyen végtelenül frusztrált emberrel nem annyira jó egy légtérbe venni. De voltak, akik nyilvánvalóan mellém álltak, voltak, akik értették, és voltak, akik ignorra tettek, tehát azt mondták, hogy összeértünk, akkor ezt most így megpróbálom berakni a dobozba. Szolidaritást éreztem olyan emberekkel kapcsolatban, akik elesettek voltak. Volt bennem egy ilyen érzés, hogy valamit ehhez akár tehetnék is érte, és volt, aki ezért meg is fedett. Tehát azt mondta, hogy miért nem előre nézve. Nézzél előre, az a te dolgod, hogy menjél előre, ne visszanézzen, akkor az életben nem leszel sikeres, nem lesz belőle senki. És egyszerűen nem értettem. Őt nem értettem, én meg nem értett engem. Ennek enyhítésére abban az időszakban igazából annyit tettem, hogy havonta, két havonta dobtam egy kis aprót. Igen, egy hajt egy hajléktalan embernek. Az volt ugyanis előttem. Ez a probléma volt előttem. Ott látszott a probléma. Dobtam egy kis aprót, egy-egy emberrel beszélgettem, egy hajléktalan emberrel, nem sokat. Egy kakaós csiga, egy pizzástáska, amit így beugrott, és akkor így ezt így havonta, két havonta megcsináltam, de még mindig csak furán fog hangzani, csak pokáztam erről az egészről. Másoknak. És azért érdekes az elégedetlenség, mert alapvetően a munkámban pedig sikeresnek mondhattam magam. Az ügyfelek, illetve igen, a megrendelők 90%-a elégedett volt úgy a munkámmal, hogy mint a kés a bajon, úgy mentek át a munkáim. Szabadúszó grafikus voltam ugyanis, és ez egy egészen jó ráta, egy egészen jó arány ez a 90%. Tehát azok a kreatív energiák, amik bennem voltak, azok tudtak itt tombolni, jöttek, mentek, egyszer jó kellett volna valami érezni. Egyik alkalommal ültem és logót terveztem. Egy logót. Ő az. Látni kell, tudni kell, hogyha valaki tervez egy ilyet, akkor megcsinálják 7 darabot, hogy a megrendelő elégedett legyen. És erre mondtam azt, hogy na ez teli találat. Teli találat, mert végtelenül egyszerű. Ismertem a megrendelőnek az ízlését, és mind a formák olyanok, ami kifejezik ennek a rendezvényháznak mind a belsejét, mind a külsejét, és azt a minimalizmust adja, nem véletlenül, hogy csináltam fekete-fehérben, amit a megrendelő elvárt. És így jutottam ezzel a logóval, így jutottam vele szemben. Néztem a logót. A logó nézett engem. Remélem mind a ketten meg voltunk elégedve a látvánnyal, de nem voltam elégedett. Ott ültem és azon gondolkodtam, hogy mit fogok ezért kapni és mit adok én valójában. Tehát mit adok most egy logót? Látok majd egy elégedett ügyfelet, vagy megrendelőt, bocsánat, egy elégedett megrendelőt. És mit kapok érte? Pénzt? Jó. Egyéb megrendeléseket? Jó, de nekem kicsit több kéne. Egész egyszerűen több kéne. Azon hagyaltam, hogy szóval mi van akkor, amikor így bekopogok majd ott fönt. Hello, srácok, megértem, és mi jót tettél az életben? Mi az, amit te tettél? Hát ugye itt ez a tök jó logó, tehát hogy ez így... Hát ez kapásból kuratórium, tehát hogy így azonnal. És hiába mondom, hogy tényleg van még egy szóróla, pedig lakát megintett, hogy azt mondják, hogy hagyjuk emelkedvénk. És így kattogtam ezen az egész dolgom, és voltam abban a szerencsés helyzetben akkor, hogy mindemellett, miközben szabadúztam, egy cégben dolgoztam, ahol animációkat készítettünk, gyerekfilmeket, ha úgy tetszik, meséket. És a cégnek a vezetője egy filozófus volt. Hát nem nagyon tudott tömören fogalmazni, és ebből volt egy olyan szerencsés szitu, hogy leültem vele, és feltettem ezt a kérdést, hogy figyeljetek, most valójában tényleg jó az a dolog, amit mi csinálunk? Tehát leülünk oda, gyártjuk az animációkat, és nem teszünk hozzá semmi, és gyakorlatilag semmit.
Hát ebből a beszélgetésből, mondtam filozófus az ember, este 8-ból kezdtük és hajnal 5-ig tartott, fel is partintottam egy jó üveg vörösbort, hál' Istennek, hogy nem ívott alkohol, és ez a megbeszélés után egész egyszerűen nem tudta rendbe rakni a gondolataimat. Pedig nagyon érvelt, tehát mondta azt, hogy igen, mi valójában, és ez volt az egyik legfőbb ért, örömet okozunk azoknak a gyerekeknek. És én azt mondtam erre, hogy oké, hát nem látom a gyereket, ahogy örül. Nem látok semmit. Nekem face to face kéne az az érzés, vagy az a látvány, hogy én azt ott megéljem. 2011-ben volt, decemberében. 2011. december, meg nem mondom hanyadikán, de nagyon az elején jártunk. Egy jó barátommal beszélgettem, aki ringás kütár. Magam is 90-es évek óta folyamatosan ringázom télen-nyáron. Ültünk, és arról beszélgettünk, miután megettük a második salátát, arról beszélgettünk, hogy mit csinálunk karácsonykor. Még vagy nincsen gyerekünk, mit fogunk csinálni szenteste, este 8-kor? Mert ugye hát elmegyünk, megünnepeljük, megölelgetjük a családot, meg ajándékozunk egymást, és utána valami legyen. És azon gondolkodtunk, hogy akkor mi legyen este? Xboxozzunk? Kocincsunk? Hát ez már így. Kajáljunk, főzünk valamit? Hát miért kajáljunk ilyenkor, ugye? Amikor már degeszet öntük magunkat otthon. Hát már aki? Az, mi van azokkal, akik nem? És egyszerűen jött az ötlet, egymásra néztünk, és akkor vigyünk azoknak, akiknek nincs. Vigyünk bringával, mivel bringázunk. Nagyon-nagyon egyszerű jött az egész gondolat, és abban a pillanatban recsent meg az agyam. Tehát egyszerűen úgy éreztem, hogy ez itt baromi jó. Hogy kimenjünk, és azoknak az emberek, akik az utcán élnek, vigyünk enni, vigyünk ajándékot, mivel karácsonyban. Fogjuk meg őket, és magunkat, és menjünk körbe a városba, és szórjuk le ezeket az ajándékokat és ételeket. Ez nekem egy baromi élmény volt már akkor. Egyetlen egy éjszakát kellett majdnem végigaludnom ahhoz, hogy tudjam azt, hogy ennek jövője van, és hogy tudjam azt, hogy erre egy Facebook oldalt kell létrehozni. Ez egy nagyon-nagyon fontos momentum ennek az egésznek, a Facebook, hiszen rettenetesen gyorsan és jól lehet rajta kommunikálni. Létrehoztam egy Facebook oldalt, ezen a néven, hogy Budapest Bike Mafia. Ez már akkor is meg volt. Egyszerűen olyan flow volt az egész, hogy jöttek a gondolatok, és megcsináltam azt az oldalt. Miután ez meg volt, kettő hetünk volt arra, hogy a barátainkat és a barátaink barátait ezen oldal segítségével elérjük. Kettő hetünk, és hát kaptunk, egyébként ő Krisztián, bocsáncsak, elfelejtettem közül lapozni, akivel beszélgettem, kaptunk egy fél szobányi adományt a Facebook segítségével. Jöttek, mi fotóztuk az adományokat, és természetesen amikor ezt kivittük, akkor is lefotóztuk. December 24-én este 8:30-9 körül indultunk ki, öten barátok, és egy 3-4 órát töltöttünk kint az éjszakába, és osztottuk le ezt a mennyiségű adományt, amit elkaptunk. Vagy éppen a Terebesi erdőbe álltunk térdig a hóban, és itt toltuk a biciklit. Vagy a kávétéren égettük a hajléktalan emberekkel a fenyők aljat, hogy jobb illat legyen. Na az volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy én is semmi más nem akarok csinálni, nem ezt. Az a pillanat, amikor így face to face ott vagy emberekkel, segítesz, megkapod a hálát, így van, de egyszerűen abban a pillanatban éreztük mindannyian, hogy mi vagyunk azok, akik itt valójában tenni tudnak. Tehát mi vagyunk azok, akik a jövőjüket a kezükbe tudják venni, és hogyha ilyen probléma van, akkor nem kiabálni kell, nem sikítozni, és nem azt mondani, hogy úristen, mennyire frusztrált vagyok, hanem egész egyszerűen én tudok ezen az egész dolgon változtatni. Megismételtük ezeket az akciókat, mert nagyon-nagyon sokat adott, tényleg sokat adott. Több olyan akciónk volt, amikor ránk fölfigyelt a szimplakert. A szimplakert az egy közösségi tér, ki is megy a szimplakertet? Hát akkor most nem mondom el, jó, hogy mindenki. Azoknak, akik nem, az a szimplakert egy közösségi tér, egy romkocsma, a romkocsmák, a zászlós hajó, a 7. kerületben nagy és Európa szerte ismert hely. És szerettek volna egy bringás inkubátorházat létrehozni, ahol mindenféle bringás tevékenység van. Megtaláltak minket, imádták, szerették, és elkezdtünk ott dolgozni. Közösen. Az 5 jelenleg futó projektből 3-at ott alapoztunk meg. Ebből az 5 futó projektből, most nem mondom el mind az 5-öt, és nem fogom kifejteni, mert akkor nem ebédelünk,
Az egyik legnagyobb és legerősebb projektünk az a közös főzés. Van egy közösségi főzésünk és egy bringás ételosztásunk, ami nagy vonalakban úgy néz ki, hogy 40-80 fő közé tehető azoknak a számok, akik eljönnek önkénteskedni, és a közös étel alapanyag felaprítása után szépen meg fogjuk belerakni egy vagy két üstbe az alapanyagokat, megfőzzük ezeket az ételeket, majd dobozolás után csapatokra osztunk, és kivisszük ezeket az ételeket egy nagyvárosi bringázás keretében a hajléktalan embereket. Ez körülbelül 150, esetleg 200 adag ételet jelent, amiket megspékelünk tisztasági szelekkel, gyümölcsökkel, desszertekkel, ki mit hoz, ki mit ad ebbe az egész bővel. Most nyilván krízis időszakon pedig takarókkal és minden egyébben. Van még ezen kívül a maradék négy projekt, amik most nem bíztatok benneteket, hogy nézzétek meg a websájtunkon, a www.bbm.hu. Inkább arról beszélnek, hogy vannak az érzékenyítő projektjeink. Ezek azért fontosabbak, azért jobbak ezek a projektek, mert sokkal nagyobb távolt ér el. Mert az alapvető projektjeink, amivel hetente már kimegyünk az utcán, ezt az emberek megszokják. Tehát, hogy tudnak róla, szeretik, azt mondják, hogy rendben, csinálják a srácok, tök jó fejek. Az érzékenyítő projektekkel általában tízezrek, sőt százezres nagyságrendben érünk el embereket. Az egyik ilyen projektünk volt a gerilla piknik. Hát milyeneket dolgozunk? Vitamingon mondjuk, gerilla piknik, és ez volt a gerilla piknik, ami nagyon-nagyon fontos része volt a mi munkánknak. A Bike Mafiának a természetéből fakadóan nem tudunk sokáig egy-egy emberrel beszélni. Azért, mert oda kerekezel, leadod a kaját, megkérdezed, hogy hogy van, és már mész is tovább a következőhöz. Tehát, hogy így is egy jó másfél-két órát vesz igénybe. A gerilla piknik kimondottan arról szólt, hogy leüljünk ezekkel az emberekkel, és másfél-két órát beszélgessünk velük. Leüljünk, tegyünk talán olyan kérdéseket, aminek is jól esik, szakmai szempontból sem elvetendő, és üljünk le, és közösen étkezzünk. Nagyon fontos, hogy egészséges háztáji élelmiszereket vittünk ki. Fontos az abból a szempontból, hogy azt gondoljuk, hogy mindenkinek jó van a jobb ételhez. És ahhoz, hogy, és a beszélgetés pedig a legfontosabb része volt, hiszen ebben a pillanatban volt az, amikor az emberi méltóságról beszélünk, tehát az emberi méltóságot adjuk vissza. Ezek a beszélgetések a legfontosabbak ezeknek az embereknek, mert lehet, hogy ahogy én csináltam régen, hogy egy-egy kakaósiga így leesik, de a beszélgetés mindennél sokkal-sokkal többet ér nekik. A másik ilyen érzékenyítő projekt, mondom, baromi sok van, a másik ilyen érzékenyítő projekt az a Bike and Night, ami pedig a közös főzéseinknek a nagy tesója. Itt már nem csak főzünk is persze, tehát megvan az a 150-200 adag étel, és mindenféle programot délután berakunk mellé. Tehát ilyet, hogy kocsmakvíz, leülünk és kvízelünk közösen csapatokkal szólva. Vannak workshopok, vannak fotózás, van mindenféle olyan program, ami este 8-ig működteti ezt az egész dolgot, amik a kiszállítás meg nem kezdődik. Majd, ami nagyon-nagyon fontos része ennek a programnak, az éjszakai buli, ahova a ma budapesti parti élet zöme beállt mögénk, úgy, hogy teljesen ingyen jönnek el azok a nevek játszani, akik ezzel minket támogatnak. Nagyon-nagyon fontos, hogy beálltak egy ilyen ügy mögé. Főleg most, amikor ennyire furán érezzük magunkat ebben az országban. Nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos még abból a szempontból, hogy azon a helyen érzékenyítjük a fiatalokat, az embereket, ahol a legjobban érzékenyíthetőek. Én nem gondolom azt, hogy az iskolában a legjobban érzékenyíthetőek, mert az általában kötelező. Viszont, hogyha ott fogjuk meg őket, ahol buliznak, ott viszont lehet. És miközben ezek a bulik mennek, folyamatosan képekkel és különböző vizuális dolgokkal ráerősítjük erre az egészre. Szóval, hogy igazából mitől lesz ez hiteles, meg menő? A mi receptünk szerint, tehát a Bike Mafia szerint van egy alapvető menő cucc, az a bringa. Mert a bringa az meg szabadság, a lázadásnak egy formája szerintem. Nem nagyon kell megmagyarázni, hogy Budapesten mi. Nyilván, ha lemennénk, teszem a Szentesre, akkor valószínűleg kiröhögnének ez az egész dologban, mert az egy közlekedési eszköz, most itt mafiázok én ott velem. A másik az, hogy helybe kell menni a fiatalokhoz, illetve maga a brandnek a kialakítása, hogy ezt ők befogadják. Tehát egy olyan brandet kell mellette kialakítani, ami, nem fogom ezt a szót használni, ami menő. És adunk egy olyan platformot, ahova be lehet állni, ezeket a tetteket végre lehet hajtani.
Nagyon-nagyon fontos, hogy a végére annyit szeretnék még mondani, hogy ezeknek a találkozásnak köszönhetően, amit emberekkel, tehát emberekkel találkoztam itt az elmúlt pár év során. Nagyon érdekes emberekkel és nagyon sok önkéntessel, és olyan szinten teljesített ki, hogy az elképesztő. Nagyon-nagyon jól érzem magam ettől az egésztől, hogy egy ilyen közösséget sikerült kialakítani. Biztosan tudom, hogy itt most vagytok a teremben, akik úgy érzik, hogy mint ahogy én éreztem magam, amikor ezt a logót így bámultam. Akkor néztem a logót is, és azon gondolkoztam, hogy most nekem elég vagy nem. És jó lenne, hogy most úgyis a szünet jön, jó lenne, hogyha kicsit morajlan látok ott kint a folyosón, hogy beszélnétek arról, hogy nektek van-e ilyenetek. Hogy van-e valami ilyen, van-e ilyen bennetek. Nagyon-nagyon fontos, mert hiszem, hogy a világon a legegyszerűbb dolgot kell csak megcsinálni, tenni. Oda kell menni, és meg kell tenni. Ez olyan, mint amikor én felszállok a bingára, és azt mondom, hogy akkor elindulok. De ha nem tekerem, akkor simán eldőlök. Köszönöm szépen!